1990-ben, és már 32 évvel ezelőtt én úgy gondoltam, hogy elindítok egy magánvállalkozást. Én szöppegyártásával kezdtem, és nagyon sokan még itt a szekszárdiak emlékeznek rá, hogy szekszárdon volt egy kis üzletünk, egy brill szörpös kis üzletecske. És hát tréfásan szoktam mondani, hogy felnőtt a fogyasztó közösségünk, és a gyümölcs alapanyagú másfajta italt kell készíteni. De hát tréfát félretéve első pár esztendőben kiderült, hogy nagyon szezonális a szörp, és egyéb italokkal, vagy egyéb más területre kellene tévednünk, vagy kiegészíteni a tevékenységet. A 90-es évek második fele hozta el nekünk azt, hogy egy kicsit komolyabban kezdjünk el még a pálinkával foglalkozni, és hát az idősebbek emlékeznek arra, hogy akkor, ha kimondtuk azt a szót, hogy pálinka, akkor bizony nem ezek a mögöttem lévő palackos termékek jutottak az emberek eszébe, mivel hogy ezek nem is léteztek, hanem leginkább a bérfőzés keretében előállított, szomszéd Józsi bácsi által megkínált valami érdekes szóval említhető ugye, párlatok, pálinkák. És igazán 2004 az uniós csatlakozás hozta meg a változást az életünkbe, tehát az újkori pálinka történelmet innen számoljuk, hiszen akkor kaptuk meg ugye egyrészt a pálinka név használatnak a jogát, másrészt pedig akkor volt már rajtunk kívül még egy ilyen 8-10 olyan vállalkozás Magyarországon, aki nagyon komolyan gondolta azt, hogy a pálinka az egy olyan nemes ital, és ez lehet szőlő, törköly, gyümölcs, bármilyen alapanyag, amiből igazán jó minőségű terméket lehet készíteni. Nyilván mi azt vállaltuk fel itt a szekszári borvidéken, hiszen rendkívül jó alapanyagok állnak rendelkezésre, hogy a szőlőből, borból, törkölyből készítsünk párlatokat. Igen széles a szortimentünk ebbe a szegmensbe, és valóban ezekkel értük el a legnagyobb sikereket is. A klasszikus gyümölcsök, ezek kötelező feladat, tehát a kajszi, a szilva, a körte, a cseresznye, ezeket muszáj csinálni, hiszen ezt keresik az emberek. De olyan különlegességek, hogy málna, hogy eper, hogy ribizli, ezekből őseink nem készítettek, hiszen nagyon gazdaságtalan ezekből a kihozatal. Viszont a piac igényelte ezeket a különlegességeket, vagy mint nálunk, ugye a zöldségpárlatok egy nagyon-nagyon különleges szegmense a termék családunknak, vagy a szortimentünknek. És bővültünk, készítettünk, ami megtetszett gyümölcs, elkészítettük, tetszett az ital, bemutattuk a piacnak, és ahogy reagált erre a piac. Tehát ha tetszett, és érdemes volt portfólióba tartani, akkor nyilván ezt folytattuk, csináltuk, ami meg nem várt sikert, vagy nem lett sikeres, az pedig elhagytuk a szortimentől. Mi szőlőtörkölyben vagyunk nagyon jók, és ugye ötször voltunk az ország legjobb pálinkája. Ebből három tétel az, ami szőlőtörköly volt. 2010-ben az Irsai olivérünk volt az ország legjobb pálinkája, aztán a jászmin szőlőpálinkánk, ugye, amire azért vagyunk nagyon büszkék, mert egy magyar nemesítésű szőlőfajtáról beszélünk, ráadásul olyan értelemben helyi fajta, hogy a Pécsi Kutatóintézetnek a nemesítése Kozma Pál nevéhez fűződik ennek a fajtának a nemesítése. Ráadásul két magyar fajtából nemesítette, tehát még lehetne fokozni tovább ezt, hogy mennyire magyar ez a fajta, és egy csodálatos illatvilággal rendelkező fajtáról beszélünk. Aztán következőben ennek a törkölye is nagyon-nagyon jól szerepelt, az országos verseny kategóriát nyert, és amire hát én talán a legbüszkébb vagyok a két évvel ezelőtti kadarka törköly pálinkánk, mert ugye ez meg egy szekszádi fajta, és ez egy érlelt tétel, ez eddig törköly pálinka, és érlelt tétel soha nem volt az ország legjobbja. Tehát ez igazán azért volt nagyon nagy szép eredmény. Az idén pedig a bodza pálinkánk lett az év legjobb pálinkája.